hangzott el. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs. Bódi Gergő. No comment. 15 perc blog. Vissza a szürke hétköznapokhoz. Ez a blognak a címe, amely a mai blogger rovat fókuszában áll. altezza.blog.hu, és vonalban pedig Misi, a blogírója. Szia! Szia! 2012. március 25-én így szólt az első bejegyzésed. Bő egy hónappal ezelőtt megtudtam, hogy rákos vagyok. Az első gondolatok között nem szerepelt ugyan, hogy naplót írjak a dologról, de az azóta gyűjtött élmények talán megérnek néhány sort. Mert hogy a te blogod egy rákos, illetve hát ex-rákos ember naplója, mert hogy azóta nagyon sok minden történt, viszont amikor megtudtad, hogy rákos vagy, és elkezdtél volna írni, de nem tudtad, hogy érdemes, akkor ez mégis hogy alakult, vagy hogy lett ebből egy mára már majdnem 50 bejegyzéses blog? Hát igazából, amikor megtudtam, hogy rákos vagyok, akkor persze nem ez volt tényleg az első, hogy most egy naplót akarok írni, én soha nem foglalkoztam ilyesmivel. Korábban egyszer vetődött fel bennem, hogy esetleg valami napló vagy könyvszerűséget kéne írni, az egy kellemesebb téma volt, mert hogy ilyesen voltam otthon 2 évig a lányommal, és már akkor is elég sok minden, hát ilyen tréfás dolog történt velem, amit szerettem volna leírni, de aztán a lustaságom ennek akadályt vetett. És aztán, amikor kiderült ez a rák, és elkezdtem ennek a folyamatát, akkor értek megint olyan dolgok, amik, hát hiába ez egy nem olyan vidám dolog, de mégis viccesnek találtam, és akkor mondtam, hogy most már akkor ezt tényleg leírom, mert nem akarok még egy magas labdát kihagyni. Hát ez azért mondjuk sok ember szemében, vagy fülének most furcsának hallhatnám, hogy hát ez olyan vicces dolog. Mi volt ebben? Nem maga a rák a vicces, ez kétségtelen tény, de közben még is történnek olyan dolgok, amik meg viccesek. Tehát ahogy kezelik néha az embert, amilyen élményekkel gazdagodik a pár egy vizsgálat során, szóval vannak benne ilyen grotesk dolgok. Én azért jó pár blogbejegyzésedet végigolvasgattam, és a legmeglepőbb az volt nekem, hogy bár ugye márciustól egészen mostanáig, tehát több mint 7 hónap szól a kezelésekről, a betegségedről, a magyar egészségügyről, szinte semmi negatívat nem mondasz a magyar egészségügy helyzetéről. Hát nyilván azért vannak negatív dolgok. A blognak igazából nem az a célja, hogy most arról szóljon, hogy milyen minőségű az ágy, vagy hogy az emberek mennyire fúszfeltakott, vagy alul fizetettek. Ez is megvan benne említve azért egyszer-egyszer. Alapvetően ez egy én blog, tehát nyilván itt, amiket leírtam, azok az elsődleges történések velem. Persze nyilván benne van az is, hogy mi történik ott az egészségügyben, és miket tapasztal az ember, de alapvetően nem ezt akartam kihegyezni, nem erre akartam kihegyezni az egész történet. Ha nem, mi volt az elsődleges cél? Hát nem is tudom, igazából ilyen nagy célja nem volt eddig ennek a dolognak. Egyszerűen csak próbáltam leírni azt, ami történik velem, mert amiben tényleg nagyon sok ilyen grotesz dolog van. Tehát akár az, hogy mondjuk egy onkológiai folyosón, nem tudom, kinek jut eszébe dekorációnak kirakni egy láda döglött halas képet. Tehát, meg ilyen dolgok. Tehát, és ezek úgy gondolom megérnek egy dolgot. Aztán vagy egy pár sort. Nyilván ezek történnek. Akár egy mondjuk később a lányom el tudja olvasni, hogy mit gondoltam magamról, vagy a világról. Gondolom ilyenkor mindenki arra gyanakszik, nem? Hogy ez tulajdonképpen egy terápia volt saját magadnak. Nem tudom, lehet benne egyébként valami, de ez nem így indult. Tehát nem volt bennem soha az, hogy na majd leírom, és akkor kiírom magamból, akkor biztos milyen jó lesz. De kétségtelen tény, hogy azért így a sok-sok bejegyzés alatt, ami most már talán inkább a 70-hez közelít, azért érzem néha azt, hogy úgy jól esett leírni. Bár az is tény, hogy amikor leülök írni, nem nagyon tudom, miről fogok írni. Van egy témám esetleg, de amikor leülök, nem tudom még, hogy mi lesz a vége annak a bejegyzésnek. Márciusban megtudtad, hogy rákos vagy, és most, hát ugye mennyivel 7 hónappal utána túl vagy egy vastagbél, illetve végbél műtéten. És hát kezd legalábbis a blog szerint normalizálódni az állapotod, bár vannak hullámvölgyek. Ha én jól olvastam. Ugye volt 2 műtét, az egyik a maga a nagy műtét volt, ott volt némi rizikó, ezért csináltak egy stómát, ami egy ilyen kivezetés, az egy hónapig volt meg, az is azért egy tanulmány.
illetve azóta ugye volt egy-két kezelés. Kaptam egy utókezelést is, ilyen kemoterápiás utókezelést, de azt annyira nem viseltem jól, úgyhogy azt abba hagyták annak a kezelését, hogy az onkológusomat idézem, nem az a fél, hogy eltegyenek lábalól. Úgyhogy ez abba maradt. Most alapvetően kontrollokra várok. Papíron most mindenem rendben van. Most nyilván keresztbetett újra várja az ember, hogy ne is legyen később semmi. Hát mivel egy én blogot írsz, azért gondolom, hogy erőteljesen vizsgálgatod önmagad. A bizonyos március 25-i nap óta te miben változtál meg? A világot másképp azt gondolom nem értékelem. Tehát a családom, a lányom, a feleségem eddig is fontos volt. Az egyedek eddig is fontosak voltak. Úgy igazából nem vettem azt észre, hogy bármit is másként nézni. Magamat biztos, illetve hát nyilván sokkal stresszesebb lett az embernek az élete. Azért nehezen szakad el ettől a témavilágtól az ember. Ugye nekem az édesanyámnak ugyanez volt a baja, ő 4 évvel élte túl az első diagnózist, illetve utána a műtétet. Azért ez a forgatókönyv nyilván megvan nálam is, vagy akárki másnál. Ettől azért nagyon nehéz elszakadni, és azt gondolni, hogy velem biztos nem lesz semmi van. Szeretném ezt, meg nyilván ez. De tényleg azt mondod, hogy ebben az elmúlt 10 hónapban semmit nem változtál, vagy nem kezdtél el máshogy gondolkodni, vagy más gondolni dolgokról, máshogy nézni a világot, saját magadat, semmi? Hát, nem mondom őszintén, most így nem tudom. A hangulatom az biztos volt, amikor jobb volt, amikor rosszabb, de ez alapvetően nem egy ilyen gyökeres változás. Nem gondolnám azt. Akik ismernek és olvassák ezt a blogot, azok tudják, hogy én az egyebekről is így gondolkozok, és ugyanilyen... ez egy maga hát, lehet mondani szarkasztikusan. Igen, de alapvetően azért nagyon sok visszajelzést kaptam arra, hogy rákom még annyit nem röhögtek, mint amit én ott leírok. Akár a saját nyálnyilasságomról, akár a mindenféle szenvedésekről, akár csak magáról a körülményekről. Én ugyanilyen voltam korábban is, tehát akik ilyen ismernek régóta 10 éve, akárhány éve, azok tudják, hogy bármi másról is ugyanígy gondolkodtam. Jöttek kérdések egyébként a blogon? Hát voltak nyilván egy-kettő, hogy vettem észre, stb. De tudom azt is, hogy vannak olyanok, akik szintén valamilyen rákkal bajlódnak, és úgy olvassák, olyanról nem tudok, akinek ugyanez lenne a baja. Kicsit talán, ha valami célt kéne adni ennek a blognak, talán az lenne, hogy aki ugyanebbe lép bele, ugyanezzel a bajjal, az valamiféle információt kap arról, hogy mi várhat rá, milyen kezelés, milyen tortúrák, milyen hétköznapi problémák, mert ha az ember rákeres erre így Magyarországon interneten, magyar nyelven, nem nagyon talál elő semmi. Blogok sem nagyon vannak rákos témában, ha vannak is, azok sajnos nem túl hosszú életűek, amiért nyilván a szerző szerencsétlen befejezésének az eredménye. Nyilván. Felolvastunk még egy részletet az egyik blogbejegyzésből. 11 év nagy idő, mégis ennyi idő kellett hozzá, hogy egy körülbelül 5 perces ceremóniára időt találjunk. Persze nem arról van szó, hogy nem volt ennyi időnk, csupán arról, hogy valahogy nem éreztük annyira létszükségnek az esküvőt. Aztán jött a rák és a racionalizmus, házastársként sokkal könnyebb az örökösödési ügyintézés. Ugye milyen romantikus? Egy sima A4-es lap az egész, de mégis milyen sokat számít. A kapcsolatok tartóságára azonban csak annyi hatása van, hogy a válóper miatt tovább tart a szétválás. Számomra tehát a házasság intézménye nem sokat jelent, nem sokat jelentett. Hogyan változtak meg körülötted a dolgok? Mert gondolom nem ez volt az egyetlen változás. Tehát nem csak az, hogy hát muszáj volt összeházasodni, mert ha valami történik velem, akkor legalább ez egy intézményesített kapcsolat. Igen, ez is benne volt, a házasság is. Nem tudom, olyan nagyon nagy változásokat nem eszközöltem, tehát nem tudtam nyitni mondjuk egy ilyen valamiféle alapot, amire gyűjtem a lányomnak akár a hozományt, akár valamiféle információt. Ez részben a lustaságomnak is a köszönhető, mert azért sok dologban lusta vagyok, és nehezen veszem rá magam. Ez például érdekes, hogy ebben sem tudtam igazán megváltozni. Hogy az ember azt gondolná, hogy ha jön egy ilyen, akkor aztán majd mindent megtesz, hogy valami változzon. Amikor épp fáj, akkor igen, de amint elmúlik, akkor már nem. Tehát akkor ugyanúgy alusta az ember legalább. Tehát figyelj, bizonyos szempontból ez is egy üzenete lehet a blognak, hogy egyébként nem változik semmi. Sajnoképpen nem, és nagyon szeretném most már visszakapni ezeket a bizonyos szürke hétköznapokat, amikor nem kell semmire se foglalkoznom. Most az elmúlt 1-2 hét az elég ilyen szürkés volt, mert épp nem kellett sehol mennem semmilyen vizsgálatra.
Nyilván majd ugye most várok arra, hogy eljussak megint egy CT-re, az biztos megint egy-két olyan nap lesz, amikor azért izgul az ember, hogy na, vajon mit fog mutatni. Hát meg ha csak az elmúlt napokban bejegyzett blogjaidat olvasom, azért néha arról szól a napot, hogy vagy a WC-n ülsz, vagy mindenféle hasgörcsök kínoznak. Tehát ez kívülről olyan viccesnek és jónak hangzik, de leírva azért ez nagyon brutális. Hát... Nyilván megköti az embert, ugye így, hogy össze-vissza szabdaltak, és kivettek belőle néhány centit, nem is talán néhány, szóval viszonylag hosszabb szakaszt a belenyűből. Azért ez a hiány az érezteti hatását. És igen, vannak napok, amikor elég gyakran nézem a vécéltet belülről, de hát van mit olvasni, úgyhogy elül az ember ott, csak ez ugye azért olyankor rossz, amikor az ember mondjuk elmenne kirándulni, vagy éppen dolgozni, és ahelyett, hogy csinálná a dolgát, ahelyett nem tud elmenni, mert na, hát mégse akarja kellemetlen helyzetbe hozni magát. Ez tény, de hogy mondjam, amikor megtudtam, hogy mi a bajom, és tudtam azt, hogy ebből lehet az is, hogy ilyen végleges tróma, így ilyen hasfali kivezetés, ami talán nem mindenki tudja mi az, olyankor egyszerűen a végbelet, illetve a belejéket kivezetik oda az embernek is, mint egy porcívó zsákba odaérkezik az elfogyasztott maradék, az elfogyasztott étel maradéka. Úgy voltam vele, hogy ha az kell, hogy életben maradjak, legyen. Aztán persze az ember később már úgy átgondolja, hogy de hát miért ne lehetne jobb. Most úgy vagyok vele, hogyha ez az ára, hogy néha egy héten egyszer-kétszer ott kell ücsörögnöm a WC-n, akár több órákat is, nem feltétlenül egy időben, de mondjuk több szakaszban több órát, hát legyen. Nyilván nem jó, meg tudna az ember mást is csinálni közben, de ez nem a legnagyobb baj. Folytatod a blogot? Hát, még egy darabig biztosan. Nyilván szeretném megtudni, hogy mi van velem, ugye a kontrollok, stb. Aztán nem tudom. Más témában ezt a blogot nem vinném el. Hogy máshol írok-e majd másik blogban, azt nem tudom. Ezt a blogot én szeretném meghagyni ennek az egy témának csak. Nem akarnám összekeverni. Ha valaki keresgetni akar benne, ne kelljen elolvasni azt, hogy szépen mit gondolok a kenyéráremelésről. De... Viszont ha valaki a te Rákos sztoridra kíváncsi, akkor annak ott legyen egy az egyben. Hát igen. Vissza a szürke hétköznapokba, Misivel beszélgettem az altezza.blog.hu írójával. Köszönöm szépen neked, és szép napot! Köszönöm a lehetőséget, szia! Klubrádió.